Jó estét kívánok a Sporthíradóból. A 94. percben mentett pontot a Cegléd. A labdarúgó MB2 35. fordulójában vasárnap a bennmaradásért küzdő CVS-e Szolnokon lépett pályára, ahol 0-0-ás félidő után 1-1-es döntetlent ért el. 25 éves a Ceglédi Sportmúzeum. Az első vidéki sportgyűjtemény évfordulójára ünnepséget szerveztek. A Városháza dísztermében ünnepi köszöntők után elismeréseket adtak át, majd a Sportmúzeum falán emléktáblát avattak, de a Városi Panteonba is ellátogattak a résztvevők és koszorút helyeztek Gál József, valamint Zsengelér Gyula emléktáblájánál. Takács László polgármester távollétében is nagy szeretettel köszöntötte a Ceglédi Sportmúzeum alapítóját, Kürti Bélát, aki példamutató tevékenységével edzőként, sport- és helytörténészként is sokat tett a városért, és persze a Ceglédi Sportmúzeumért. A vidék első sportmúzeumának falait az évtizedek óta végzett lelkiismeretes, lelkes munka eredményeként már lassan szétfeszítik a régmúlt és a közelmúlt emlékei. Azok a helyi, ceglédi emlékek, amelyek megismerése mindig fontos gólokat, tizedeket, centimétereket jelentett az elmúlt 25 év ceglédi sportolóinak, inspirált mindannyiunkat a minél jobb eredmények elérésében. A legendás ceglédi sportolók példája úgy mutatja az utat, mint a tévétorony a sportmúzeumba igyekvő látogatóknak. A Ceglédi Sportmúzeum egy lelkes edzőtábor a fiatalságnak, egy legális teljesítmény fokozó, fogalmazott a polgármester. Majd Magyar László, a gyűjtemény jelenlegi vezetője elevenítette fel a múltat. Polgármester úr érzékeltette, hogy Cegléd városa nem véletlenül viseli az utóbbi években a sportváros titulust, hiszen az elmúlt olimpiák sikerei az egyre növekedő színvonalas utánpótlás tevékenység, a megújuló infrastruktúra mind annak a bölcsőjét viseli magán, hogy a holnap után önmagukat sporttörténésznek nevező generációk tudjanak miről a további időszakban a fiataloknak beszámolni. Magyar László elmondta, szeretnének időszaki kiállításokat szervezni és beépíteni az iskolai oktatásba is a sportmúzeumot, az ott lévő értékeket. Erre egyébként hamarosan lehetőség is lesz. Füle Győzőné önkormányzati képviselő elmondta, másolat készül a múzeumban található olimpikonok tablójáról, és egy másolatot minden iskola megkap. Az első vidéki sportmúzeumot köszöntötte az olimpiai és sportmúzeum főigazgatója is. Meggyőződésem, hogy az a munka, amit végeznek, az tartalmában, színvonalában is első. Tehát, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyennek kell lenni egy ilyen gyűjteménynek, egy ilyen múzeumnak, akkor a ceglédi példát tudom mindig elsőként említeni. Az az erő pedig, ami ebben a csapatban van, az fantasztikus, fogalmazott. A köszöntők után a jubileumra készült plaketteket, elismeréseket adtak át, majd a Városi Panteonban koszorút helyeztek el Gál József, valamint Zsengelér Gyula emléktáblájánál. Ezt követően az ünnepség zárásaként a Sportmúzeum falán avattak emléktáblát a résztvevők. Több mint 160 birkózó részvételével Zalaegerszegen rendezték meg az idei év diák 2-es kötöttfogású országos bajnokságát. A CVS-e TS Integrál 6 versenyzője vívta ki a jogot az indulásra. A ceglédieknek a 14 bajnoki címből egy jutott, és emellett még 3 bronzérmet is sikerült begyűjteni. A bajnoki címet a 32 kg-ban versenyző Józsa Attila szerezte, aki remek formában birkózott. Mizsei Ádám, Mizsei Milán és Varró Zoltán bronzérmes lett. A hétvégén a kadett és junior válogatott keret, közöttük 6 CVS és Romániában nemzetközi versenyen vett részt. A több mint 20 ország részvételével megrendezett viadalon az igen erős mezőnyben 3 ceglédi végzett a helyezettek között. Katona Zoltán második, Kecskeméti Dávid és Török Tamás 5. lett. Sikeres szereplés Hollandiában a nemzetközi utánpótlás karate versenyen, amelyen a ceglédi csapat képviselte Tápió Szelét, Tápió Györgyét és Cegléd városát. A versenyzők 3 első, 3 második, 3 harmadik és 2 negyedik helyet gyűjtöttek be.
A hétvégén az erőemelő magyar bajnokságon vettek részt a ceglédiek, akik kiváló eredményeket értek el. Belme Péter fekvenyomásban harmadik lett, s a segítő ruhások között új egyéni rekorddal első. Edzőtársa Szabó Zsolt Viktor felhúzásban új országos csúccsal 307,5 kg-mal első lett, s fekvenyomásban 185 kg-mal szintén az első helyen végzett. Magabiztos siker született a legjobbja nélkül felálló kieső jelölt ellen. A férfi asztalitenisz MB2-ben mezőtúr, Superinfo CVS-e 3-15. Az újonc országos asztalitenisz bajnokságon U12-ben a nagyon értékes harmadik helyen végzett Tóthin Kristóf. U13-ban a legjobb 16 közé jutott Tóthin Kristóf és Hörömpő Ferenc. A Városi Teket CB 28. fordulójának eredményei Nagykőrös közgépretró 06, a Nagykőrös nem állt ki, Misa a Barabás Kft. 06, Aminoxid vállalkozók 1-5, Premier ablakrendszerek döntögetők 1-5, Mimózák a 3-as számú Ivicsöt 2-4, Norma Festékház Bírófényező Kft. 5-1 és Hobbi Eset Ceglidi Panoráma 06. A hosszabbítás vendége az asztali teniszezők szakosztályvezetője Gergye Zoltán lesz. Az első korcsoportos városi szivacs kézilabda bajnokságon a Bemiskola torna termében készített felvételeinkkel zárjuk a sporthíradót. Köszönöm figyelmüket!